Nagy álma válhatott valóra a hétvégén Lengyel Zsófinak, ugyanis megnyitotta kapuit a Mindenki Képes Egyesület közösségi tere. A fiatal lány évek óta harcol az esélyegyenlőségért és azért, hogy bebizonyítsa, mindenki képes, csak egy kicsit másképp. A következő időszakban lesznek különböző programok természetesen, az is az egyesület neve, hogy mindenki képes, élményt mindenkinek. Minél több olyan programot szeretnék tartani, olyan élményt szeretnék okozni, mondok egy példát, például egy gokártozást, amire azt mondanánk egyből, hogy hát ez kerekesszékkel nem lehet, vagy ez halláslátássérültként ezt nem lehet megcsinálni, hát mi igyekszünk majd bebizonyítani, hogy dehogy nem képesek lehetünk, csak egy picit lehet, hogy másképp, illetve itt a közösségi térben fogunk majd előadásokat tartani. Kihívással élő különleges emberek életét, történeteit szeretnénk bemutatni. A megnyitón részt vett Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere, aki köszöntőjében hangsúlyozta, büszke arra, hogy Lengyel Zsófia az önkormányzatnál dolgozik és szolgálja az esélyteremtést. Az új helyiség találkozási pont lesz azok számára, akik odafigyelnek egymásra, értékelik egymást. Hitelesen a maga kedvességével képvisel olyanokat, akik ugyanúgy képesek, csak kicsit másként, ahogy pont a jelmondata is szól, és örülök annak, hogy most már ez a jelmondathoz ennek a közösségnek egy helyiség csoport is jár, egy olyan, ami az otthonuk lesz, ahol találkozni tudnak, programokon tudnak részt venni, legyenek azok szórakoztató vagy fejlesztő programok. Ugye ez egy önkormányzati ingatlan, úgyhogy örülök, hogy ebben tudtunk segíteni. Az eseményen Lengyel Zsófia köszönetképpen apró ajándékokat, napsugár alakú gravírozott érméket adott át mindazoknak, akik segítettek a tér kialakításában és a szervezésben.